I'm also very grateful for the Institute to have the 2 days here to organize, because I just feel, just like others probably feeling, that Elemér Hankis is still alive, still with us. Because listening in the mornings, the presentations, I kind of feel that I'm only repeating my what was already being said before. It's just like a shadow following the light. And basically, Elemér Hankis in his pain, in his suffering, I think he was one of the richest. But I don't want to speak about that, actually. I just want to repeat what we heard from Mr. Mayer, that his intellect was always characterized by search, for searching, for looking for something. The wondering, and it's true. Basically, what he said here, that it was the jungle was was opening up the alternatives of life, the jungle of life and the jungle of thousands of possibilities. About which he said that I don't want to reach the predictable sandy watery plain too soon, where there's no hope. And I think even after his death, it's still true that he was able to give us hope. The hope lives on in among us, in us, and we can hopefully pass it on to our children. I'm convinced that we can't tear him apart from being, or distinguish him from being a literary scientist, and I think a literary scholar. He always wanted to make others also understood literature, or understand literature. And one of the materials that I handed out, actually, this is Eliot's Marina, the poem, because literature for him was always a puzzle that needed to be solved, but we are the readers are solving this puzzle. So he created a communication, a bridge of communication between the creator, the scholar, and the reader. And as a structuralist, which actually he didn't make himself too popular be among the peers. So he was a master of stratification. I also used that. For example, when I did the analysis of one of Dostoevsky's short stories, and my professor was surprised how I could do that, to open up 50-odd layers within the story. And actually, you use one layer to interpret and understand the next layer, and that's how you actually climb this pyramid of hermeneutics. And also, when you have the result, then you go back, and that was another method that he used to use the thread to reach back lower down. And he used that also to understand social and anthropological issues and problems. He was a master. Kimondott és a kimondatlannak az egysége, és hát hol másutt valósul meg ez az egység, mint az életben, és az életnek és az irodalomnak ilyen értelemben véve volt a kiinduló pontja, mint irodalomtudósnak. És akkor itt van az a Marina című vers, amit kiosztottam, és majd ha lesz szabad időtök, akkor javaslom, hogy próbáljátok megfejteni, mert ez egy rejtjelezett üzenet. És ugye a Elemér aztán később is, de már itt a vers elemzés kapcsán is, a heideggeri semmiből indult ki, hogy a semmiből bontakozik ki az, amiről mi azt hiszük, hogy van, de aztán a semmiben is megy vissza. És az oszcilláció, a lét és a nem lét között, ez adja hát a műveknek is a lényegét, és nekünk is a lényegünket, akik a művekben próbáljuk megkeresni saját magunkat, akik a találkozást keresik, a költő és a találkozást keresik a másikkal, a mű által közvetítve. Ez a bizonyosság, amely egyszerre születik és elenyészik. Ez is egy kedvenc elemzési technikája volt.
És mindez kifutott oda, és ez a késői hankis életművének a kulcsa, ez a bizonyos komplex, bizonytalan, homályos világ, amiben ugye csak tévelyegni tudunk, amiben csak keresni tudunk, ami az izgalmakat kínálja, azt a bizonyos dzsungelszerűséget, amit az elején ennek a hozzászólásnak próbáltam említeni. És hát ezzel a komplexitással, bizonytalansággal, homályossággal, ezzel szembesít bennünket az irodalom, ez a vers különösen. Ahogy írja, ez egy fantasztikus idézet, a különös lüktetés, hullámzás, ahogy valami kibontakozik a semmiből, egyre inkább megvilágosodik, de közben újra és újra visszasüllyed az ismeretlenbe, a bizonytalanba, a megfoghatatlanba. A kibontakozás és elenyészés, e különös lüktetése, dinamizmusa a vers minden szintjén, és jóformán minden mozanatában megfigyelhető. Így bontakozik ki és homályosodik el, és bontakozik ki a költőben az újjászületés élménye. Így az olvasóban a vers sokszorosan elrejtett értelme. Tehát itt valóban egy villózásról van szó, mint a csillagszóró játéka, mely felvillan egy pillanatra látni tudjuk, aztán az egész eltűnik. De aztán kezdődik az új csillagszórás. Most a irodalomtudós az indulás, de mint mondtam, olyan erős lehetett, mint irodalomtudósban az életnek a csábítása, az életnek a vonzása, illetve az életnek a keresése az irodalomban, hogy ez nyilvánvalóan, ha akarta, ha nem, ez a társam elemzése irányába terelte a figyelmét, és volt már egy előadásom, ahol őt, mint szociológust méltattam, és ott fogalmaztam meg, hogy az ő attitűdjét, és Attila ilyen szempontból, amit mondott, a sok szempontból hasonlít ahhoz, amit én akartam volna mondani, de én még korábban ötvös elé helyezném a forrást, és a Széchenyibe határoznám meg. Széchenyiben jelölném ki azt a anchor pointot, ahonnan voltak éppen Hankis Elemért meg lehet érteni, mint társamtudóst, mert Széchenyi és utána mindazok, akikről Pók Attila is beszélt, tulajdonképpen abban a kettőségben éltek, amit úgy nevezek itt ebben a szlájdon, hogy a Zein és a Zollen hé a násza. Tehát, hogy egyszerre van egy lét, és egyszerre van egy kellés, egy lehetőség. És ennek a kettőnek a szorításában, ennek a kettőnek a hát tulajdonképpen hol folytogató, hol reménykeltő szorításában, de mégiscsak nászról van szó, kell megkeresnünk mindig az életünknek az értelmét. Tehát ugyanazt a megfejtési, ugyanazt a rejtvényfejtést kell alkalmaznunk az élet jelenségeivel kapcsolatban, mint amit ő alkalmazott az irodalom művei alapján. Ugye ezek a kettőségek, amelyekről Szabó Máté is beszélt, szerintem itt az egyik legfontosabb kettőség, amely mind a mai napig rajtunk van, és feltétlenül rajtunk is marad, ez a keletnek és a nyugatnak ez a szorítása. Bármit is jelent a kelet, és bármit is jelent a nyugat, mert nyilván ezek elképzelt égtájak. A nyugaton is van kelet, és keleten is van nyugat. De mint ideál típus érték szempontjából ennek a kettőnek a szorítása az óhatatlanul átvérzi az Zeinnek és az Zollennek a kettőségét. Ugye szó volt az értékekről, az értékkutatásról. Én ebben látom, tehát ha valaha lesz majd egy magyar szociológia történet, akkor Hankis valószínűleg Varga Károly, Várinés Szilágyi Ibolya mellett, de mindenképpen, mint értékszociológus fog bekerülni a magyar szociológia kánonába. És ezek a kulcsszavak, amelyeket én, mint társadalomtudósnak alapvető felfedezéseként, és mind a mai napig további felfedezésekre szoruló témáiként tartom nyilván, az egyik a magyar individualizmus, ez is egy régi téma, ugyanúgy Széchenyire megy vissza, mint az Zein és az Zollen. Ez a sajátos sem nem versenyzés, sem nem együttműködés. Ez az a fajta öröm, amit az ember akkor érez, amikor a másiknak rosszul megy. Ez egy ilyen negatív individualizmus. Ez egy olyan átok, vagy csapda, talán jobban szeretné ezt a szót, amit valamilyen módon épp őrsel keresjük épp a megoldást, hát talán megtaláljuk. A társadalmi csapdáknak a sorozata, amit leírt, ugye a játékelméletből deriválta a hősök, hiányzó hősök csapdáját, a hiányzó közösségek csapdáját, a bizalom hiányának csapdáját. És itt az a reform nemzedék, amiről beszéltünk, ugye annak meghatározó alakja volt Kornai János, és biztos, hogy a Kornainak ez a hiányról szóló korszakos műve, ez befolyásolta Elemért, amikor ezt a sajátos hiány leltárt megalkotta. És hát mindenben a kettőség. A
kettős társadalom, erről már volt szó ma délelőtt. Ugye arról talán kevés, illetve a Feri beszélt erről a bevezetőben, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a Hankisnál ez a fajta oszcilláció a lét és a lehető között, ez gyakorlatot is jelentett. Tehát ő komolyan gondolta azt, hogy amit meg lehet változtatni, az meg kell változtatni, és meg kell próbálni változtatni. És ilyen szempontból, amikor ő új reformkort hirdettett, akkor azt nagyon komolyan gondolta. És ez egy olyan örökség, amit fel kell tudjunk vállalni, és folytatnunk kell. Ez volt ugye a Találjuk ki Magyarországot, Találjuk ki Közép-Európát, amiről Zsolt majd fog beszélni, mint kezdeményezésről. Ő ilyen szempontból elsődleges forrásként szolgál arra vonatkozóan, hogy Elemér mit mondott és mit akart. Amit én ezt hozzá tudok tenni a magam oldaláról, vagy a szociológia oldaláról, hogy Hankis tulajdonképpen az erőt vette észre. Ezt ugye ma úgy hívják, hogy crowdsourcing, a sokasságban lévő erő. Amikor az együttes akarat, az együttes szándék, az sokkal, de sokkal többet jelent, mint a puszta egymáshoz adód. Ez egy szinergiája az erőknek, és ez az, amit az új reformkor hasznosíthat. Itt Magyarországon, de valószínűleg Európában is, ez az, ami hiányzik. Ez a közös akarat, az közös célban történő szándékegység. És a párbeszéd, ez nagyon fontos, ez kommunikációs technológiája volt, erről is sokat beszéltek ma, hogy kérdezett Hankis, de mindig úgy kérdezett, hogy tulajdonképpen amikor az ember válaszolt, akkor a szemén keresztül tudta kontrollálni azt, amit mondott. Tehát folyamatos dialógusra kényszerített. És ez a dialógus, ez tart így a halálon túl is, most is, nem egymással dialógusban vagyunk, mint ahogy vele dialógusban vagyunk. És az utolsó dolog, amit ebben az új reformkorban én nagyon fontosnak tartok, és hát ez egy feladat, hogy hát nincs demokrácia, hogy nincsenek benne demokraták. Ezt sose felejtem el, amikor mondta, nyilvánosan is mondta, privát közlésekben is mondta, hogy hát nincs demokrácia, hogyha nincsenek benne demokraták. Mint hogy kapitalizmus sincsen, hogyha nincsenek benne kapitalisták. És ilyen értelemben véve ez nekünk egy feladatunk, hogy neveljük egymást, és neveljük gyerekeinket, hogy demokraták legyenek. És az utolsó korszaka, ez a legérdekesebb korszak bizonyos szempontból, mert ugye ez az, ami a 21. században átível maximálisan. Ezt is többek érintették, a filozófus Hankis, aki belenézett a világ kaotikus állapotába, és ebben a kaotikus állapotában kereste a rendet. Vitány Iván erről a bevezető, amit Feri olvasott fel, erről nagyon szépen és méltóképpen emlékezett meg. Ahogy az egész korszakot, amiben élünk, bizonytalanság korának, sőt egyik könyvét is így nevezte el, jellemezte, amiben hát nem tudjuk megkeresni, esetleg utólag talán ki tudjuk hámozni, hogy mi volt benne a szorszerű és mi a véletlen. De ennek a kettőnek a együttesében, megint kettőségről van szó, kell önmagunkat megtalálni és megkeresni a másikban a másikat. És mindez a befejezetlenség. Tehát az ember attól ember, hogy nem befejezett. Az evolúciónak ilyen értelemben nincs vége, sem az egyének esetében, sem a nemünk esetében. De ugyanakkor a kockázat, amit erről is szó volt itt Kőszegen utolsó karácsony esti beszédében olyan hangsúlyosan kiemelt, hogy mi van, ha az értelmet elveszítjük, akkor az üresség és a sötétség borul ránk. És ebben az ürességben és ebben a sötétségben kell megkeresni a csillagokat, amelyek visszaadhatják az értelmet, vagy új értelmeket kell keresni. Mert, és ez a legutolsó írás, amiről már hónap lesz szó, kéziratban maradt, ugye felvetette a kvantummechanika társadalmi jelenségekre való alkalmazása kapcsán, és itten tulajdonképpen visszanyúlt a Heideggeri értelmevet kezdetekig, a 2600 év előtti filozófusokig, Anaxim Androszosz társaira, akik ugye belenéztek az apeironnak ebbe a határtalan, parttalan, megszámolhatatlan kozmikus végtelenségnek az arcába, és csak saját magukat látták viszont. Tehát lehet, hogy az emberre süket és vak univerzum az azáltal lesz, hogy mi látjuk. Mert ha nem látjuk, akkor ez nincsen. Legalábbis vetette föl ezt a kérdést. Szó volt itt az analóg gondolkodásról és a szimbolikus gondolkodásról, és ebben az utolsó írásában egészen explicit Elemér arra vonatkozóan, hogy nincs okság, csak az van, amit mi gondolunk okság címen. És amit tulajdonképpen ez a világ számunkra mond, az azáltal
válik hallhatóvá, és azáltal válik láthatóvá, hogy Isten látja. És itt hagyott ránk kérdéseket, és ezekkel a kérdésekkel akarnék én magam is elbúcsúzni, legalábbis ennek a prezentációnak a korlátai között. Ezek Isten kérdések, és nem kellemes kérdések ezek, ezekkel szembenézni. Isten hol? Milyen határok közt vagy határok nélkül létezik? Léte teljesen kitölti. A mit is? Az űrt? A semmit? Miből teremtette a világot? A semmiből? Az üres mélységekből? Valami őstengerből? Mik azok a rejtélyes vizek, amelyek fölötte teremtő Isten lelke lebegett? Ő teremtette önmagát? És ha igen, miért? Miért jobb, fontosabb ez a lét, mint az előtte volt nem létezés, a semmi a nem lét? Ezek nagyon jellegzetesen hangkisféle kérdések. Ezeket a kérdéseket tette föl a Marina című vers kapcsán is. A Marina esetében láttuk az alkotót, a T.S. Eliot. Itt nem tudjuk, hogy ki az alkotó. Nagy a gyanúm, hogy mi magunk vagyunk az alkotók. Tehát ezek a kérdések, ezek önmagunkhoz intézendő kérdések. És ilyen szempontból az Isten az bennünk van. Köszönöm a figyelmet.